Sziasztok! Ebben a videóban a statisztikai függvények használatát és a százalékszámítást fogom bemutatni Excel környezetben. Amikor egy táblázatban több számot kell összeadnunk, akkor idáig azt a megoldást követtük, hogy egy egyenlőségjel után beírtuk a cella hivatkozását, majd plusz jelekkel szépen összeadogattuk a celláknak a hivatkozásait, és így került megjelenítésre az eredmény. Igen ám, de ez már 8 összeadandó tétel esetén is elég hosszú munka. Van erre egy sokkal egyszerűbb megoldás is Excelben, ez pedig a SUM függvény, ami összeadja a zárójelben megadott tartomány adatait. Tehát gyakorlatilag egy tartományt kell majd meghatároznunk, a tartomány mindig úgy határozódik meg, hogy a bal felső sarok és a jobb alsó sarok koordinátáit, vagyis hát cella hivatkozásait kell megadnunk, kettős ponttal elválasztva. Tehát az összesítés úgy fog kinézni, hogy egyenlő, sum, itt mindig egy zárójel kezdődik, kijelölöm azt a cella tartományt, amelyiknek az összegét szeretném képezni, zárójel zár, és nyomok egy egyenlőségjelet, már ki is számította az összes eredményt, vagyis az összeget. Hogyha beírni szeretném, azt is meg lehet csinálni természetesen. A C3-as volt a bal felső sarok, és a C10 volt a jobb alsó sarok. Az átlagszámításra is van egy ilyen egyszerűsítő statisztikai függvény, ez az átlag függvény, tehát gyakorlatilag az egyenlőségjel után beírom, hogy átlag, megint zárójel kezdődik, kijelölöm azt a cellatartományt, aminek az átlagát szeretném képezni, és ez azért is jó lesz, mert nincs szükségem arra, hogy tudjam, hogy ténylegesen hány cella van benne, sőt, arra sincs szükség, hogy tudjam, hogy hány olyan cella van, amiben egyáltalán szám van. Egyszerűen csak ki kell jelölni a cellatartományt, zárójel zár, és már is megvan az átlag. Szintén egy ilyen statisztikai függvény egy cellatartományon belül a legmagasabb érték, tehát a legmagasabb szám megjelenítése. Természetesen, hogyha ránézünk erre a táblázatra, első ránézésre is látjuk, hogy a 29-es lesz a legmagasabb szám, de egy több száz vagy több ezer cellából álló tartományban is pontosan ugyanilyen hatékonysággal tudja az Excel ezt kiszámítani. Erre a max függvény való, ugyanazzal a metódussal beírom, hogy egyenlő max, zárójel kezdődik, majd kijelölöm a cellatartományt, zárójel zár, és meghatározta, hogy mi a legtöbb. Hogyha a legkevesebb létszámú osztályt szeretnénk megjelölni, tehát a legalacsonyabb számot a cellatartományon belül, akkor a maxnak az ellentétét, a min függvényt kell használnunk. Zárójel kezdődik, cellatartomány kijelölése, zárójel zár, már is megvan az eredmény. Ha egy táblázaton belül azt szeretném megszámolni, hogy hány olyan cella van, ami darab számot tehát ami számot tartalmaz, akkor erre a darab függvény való. Hogy lássuk, hogy ez mit is jelent, beírom, hogy egyenlő darab, és most nem csak a számokat fogom kijelölni, hanem a fejlécben levő létszám szót is. Tehát gyakorlatilag ide, a darab függvénybe az egész cellatartományt meghatározom, és most kiszámolta, hogy 8 darab olyan cellám volt, amelyikben ténylegesen szám található. A darab 2 függvény a nem üres cellák számát adja meg. Hogy lássuk, hogy ez mit jelent, ehhez ide beírom a darab 2-t, és most nem csak a fejlécet, hanem még itt üres cellákat is hozzá fogok jelölni. És hogyha így fogadtatom el a függvényt, akkor az látszik, hogy 9 olyan cellám van, amelyikben valami van. Tehát a darab függvény az a számokat tartalmazó cellák számát adja meg, a darab 2 függvény pedig a nem üres cellák tartalmát. Akkor nézzük most a gyakorló feladatot, hogy ezt hogyan kell megvalósítani. Itt átlagokat kell számolni gyerekenként és tantárgyanként.
összesíteni kell a hiányzásokat, meghatározni, hogy a legjobb tanulónak mennyi az átlaga és mennyi a legkevesebb hiányzás. Az átlagok kiszámítása borzasztó egyszerű, hiszen csak be kell írni az átlagfüggvényt, kijelölni a cellatartományt, és már is készen van a számítás. A jobb alsó sarkát megfogom, lehúzom, és nem feledkezem el arról, hogy formátum nélkül töltsem ki. Majd ugyanezt a függvényt beírom a tantárgyhoz is. Meghatározom a tantárgy jegyeit, a cellatartományát, Enter, és kész is van. Elhúzom jobbra a cellát, és már csak a formátum nélküli kitöltést kell beállítani, és már is ez készen van. A hiányzások összesítését az előbb tanult SUM függvénnyel végezzük, és megint a zárójel zárás, Enter. A legjobb tanuló átlagához a MAX függvényt veszem igénybe, a tanulók sorának a végén található az egyes tanulóknak az átlaga, kijelölöm, elfogadtatom, és a legkevesebb hiányzást azt pedig ebből a hiányzás összesítésből fogom kivenni, méghozzá a min függvénnyel, és már készen is van. És mindez azért is jó, mert ha itt bármiféle adatot megváltoztatok, például vasorú bába bájítaltamból javító dolgozatot írt, és kettes helyett ötöst kapott, akkor minden átszámozódik a megfelelő módon. A statisztikai függvényekről térjünk át most a százalék számításra. Egy ilyen egyszerű feladatot kell végrehajtanunk, amiben tudjuk, hogy a tej tömegének 7,3%-a tejszín, a tejszín tömegének 62%-a vaj. És kell készítenünk egy táblázatot, amely megadja, hogy 100 liter tejből mennyi vaj készíthető. Tehát elkészítem az egyszerű táblázatot, tej, tejszín és vaj. Tudom, hogy 100 liter tejem van, tudom azt, hogy a tejszín az a tejnek a 7,3%-a, nincs semmi más teendőm, mint hivatkozom a tej mennyiségére, és ne felejtsük el, hogy szorzom 7,3%-kal, tehát mögé írom a százalékjelet, és már ki is jött, hogy 7,3 kg tejszín készíthető a tejből, illetve a vajnál is ugyanezt fogom alkalmazni, hivatkozom a tejszín mennyiségére, és megszorzom 62%-kal. Tehát 100 liter tejből 4,526 ezred kg vaj készíthető. A feladat második része az, hogy visszafelé kell számolnom, hogy 1 kg vaj mennyi tejszínből, illetve mennyi tejből készíthető. Itt arra kell figyelemmel lenni, hogy ezekkel a százalékokkal nem szorozni, hanem most osztani kell az eredményt, vagyis az egyet. Tehát beírom, hogy egyenlő a vaj mennyisége osztva 62%-kal, és a tej mennyisége pedig egyenlő a tejszín mennyisége osztva 7,3%. És már is kijön, hogy 22 kg vagy liternél valamennyivel több tejre lesz szükségem 1 kg vaj elkészítésére. A második százalék számítási feladat egy iskolában egy statisztikát kell készíteni, hogy a különböző diákoknak milyen hajszínük van. Ehhez először meg kell határoznunk, hogy mennyi a diákok összlétszáma. De ha már ezt megtesszük, akkor akár soronként, illetve tehát fiú és lány csoportonként, illetve színenként is összesíthetjük a létszámokat. Tehát most először meghatározom a fekete hajúaknak a számát, azt egyszerű összeadással is lehet, hiszen két tag összeadásánál nem érdemes a SUM függvényt használni. Ezt az egyszerű összeadást elhúzom jobbra, és formátum nélkül kitöltöm, már is ez készen van.
Itt már négy tételt kellene összeadni vízszintesen, tehát itt már biztos, hogy a szum függvényt fogom használni. Kijelölöm a cellatartományt, és el is készült. Ezt is csak le kell húzni, és kitöltöm formátum nélkül. Az összes gyereknek a létszámát megint csak a szum függvénnyel érdemes meghatározni. És most a bal felső saroktól a jobb alsó sarokig kijelölöm, és már is látom, hogy 437 gyerek jár ebbe az iskolába. Itt most az lesz a feladat, hogy meg kell határoznom, hogy a fekete hajú fiúk száma az hogy aránylik a teljes iskola létszámhoz, vagyis a 437 főhöz. Ebből meg fogom kapni azt, hogy hány százaléka a teljes iskola létszámnak fekete hajú fiú, illetve hát természetesen a többi hajszínű és nemű gyereknek az adataira is kíváncsi vagyok. Tehát még egyszer, a lényeg az, hogy a fekete hajú fiúk száma hogy aránylik a teljes iskola létszámhoz. Tehát ez egy arány, vagyis az arányt azt osztással végezzük. Egyenlő C10 osztva G12. És már is kijött egy ilyen szám, hogy 0,10069. Ha tudjuk, hogy a százalékszámítás az igazából századrészt jelenti, akkor ebből láthatjuk, hogy ez 10 század, vagyis 10%-nál valamivel több, és hogyha megnézzük az adatot, akkor látjuk, hogy a 437 10%-ánál valamivel több a 44, tehát jó eredményt kaptunk. Most viszont, hogyha ezt elhúzom, akkor persze nem is fér el, úgyhogy egy kicsit nagyobbra állítom az oszlopokat, és az jött ki, hogy 0 osztó. Azért történt ez, mert most már a H12 cella tartalmával akarta elosztani a D10-es, vagyis a barna hajú fiúk számát, és az hibás természetesen. Kimaradt ugyanis az, hogy lerögzítem a teljes iskola létszámot tartalmazó cellának a hivatkozását. A rögzítést, mint tudjuk, a dollár jellel tesszük meg, tehát hogyha így fogadtatom el, és ezt húzom ki, akkor már jó eredményt is kapok. Ugyanezeket érdemes lehúzni ide az alsó sorra is, hiszen itt is pontosan jól fog stimmelni. Csak nekem nem tetszik az, hogy ez ilyen formátumban írta ki, mert én százalékos formátumban szeretném látni. Ezért kijelölöm ezt a cellatartományt, jobb egér gombbal kattintok, és a cellaformázás párbeszéd panelen kiválasztom a százalékot. Itt megadhatom, hogy hány tizedes jegy pontossággal jelenjen meg. Legyen mondjuk egy tizedes jegy pontosságú. Oké. És már is készen van a második feladat is. Az utolsó százalékszámításos feladat pedig egy olyan statisztikát mutat be, ami a Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett autóknak a számát mutatja 2000 és 2009 között. Ebben a táblázatban az éves változást darabszámra, illetve az éves százalékos változást kell rögzítenünk, illetve megjelenítenünk. Kapásból első pillanatban észrevehetjük, hogy mivel az 1999-es adatokat nem látjuk, ezért a 2000-es évben nem fogjuk tudni meghatározni, hogy mennyi volt az éves változás az előző évhez képest, se darab, sem százalék számban, úgyhogy érdemes ezeket a cellákat valahogy jelölni, hogy ide nem írunk semmit. Például feketére változtattam. Utána jön a darabszámok meghatározása, ahol ki kell találnom, hogy miből kell kiszámolnom az éves változást. Arra vagyok kíváncsi, hogy 1990-ben mennyivel volt, vagy 2001-ben mennyivel volt több autó forgalomba helyezve, mint 2000-ben. Tehát egyszerűen csak fogom magam, és kivonom a D5-ös cella tartalmából a C5-ös
cella tartalmát, nyomok egy entert, és már is látom, hogy 41.381 darabbal több autót helyeztek forgalomba. Semmi más dolgom nincsen, mint ezt elhúzom teljesen jobbra. És itt fogok látni olyan értékeket, amik negatív számok. Hiszen voltak olyan évek, amikor kevesebb autót helyeztek forgalomba az előző évhez képest. Például 2009-ben 100 ezerrel kevesebb autót, hiszen 2008-ban volt a nagy válság, és emiatt kevesebb autót is vásároltak az emberek. Az éves változás százalékát is meg kéne határoznom, hasonlóképpen. Itt is most csak azt kell eldöntenem, hogy mit osztok mivel. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy a 2001-es adat hogy aránylik a 2000-es adathoz. És most valami érdekes szám jött ki, hát azt látom itt, hogy 1. Ennek az az oka, hogy a cellaformázásnál ez tizedes jegy nélküli számként volt megadva. Nézzük, hogyha most 4 tizedes jeggyel nézzük, akkor mit látunk? Azt látjuk, hogy 1,27 század, vagy 1,28 század. Vagyis 128 százaléka volt az előző évnek. Hát ez egy jó eredmény, tehát nincs más dolgom, mint ezt is végighúzom, formátum nélkül kitöltöm, és beállítom cellaformázásnál, hogy ez százalékos formátumban jelenjen meg. Nem szükséges, hogy tizedes jegyek pontosságú legyen, elég, hogyha egész százalék, vagyis nulla tizedes jeggyel fogom megjeleníteni, és le is tudom olvasni a táblázatból, hogy 128, 126, 115, majd például a 2009-ben 43%-a volt csak az előző évinek. Az utolsó feladat, hogy egészítsem ki a táblázatot két sorral, amelyben kiszámítom, hogy mennyivel, illetve hány százalékkal változott a forgalomba helyezett autók száma a 2000-es adatokhoz képest. Ugyanazt a képletet kell majd használnom, mint amit ezekben a cellákban használtam. Annyi különbséggel, hogy most le kell rögzítenem a 2000-es adatot. Tehát itt kivonom a 2001-es adatból a lerögzített 2000-es adatot, hiszen minden évet a 2000-eshez fogok hasonlítani. Tehát a C5-ös cella tartalmát kell lerögzítenem, $C, $5. Első évben ez természetesen ugyanaz. Végighúzom, és formátum nélkül kitöltöm, és már is látszik az eredmény. És ugyanezt százalékban is szeretném meghatározni, megint egy osztást fogok végezni, csak most nem a, tehát most megint a C5-ös cellát le kell rögzítenem. $C, $5 lerögzítve, elhúzom. Megint ugyanabba a problémába futottam, mint az előbb, hogy kerekítve vannak az eredmények. Tehát jobb egérgomb, cellaformázás, és legyen mondjuk 4 tizedes pontosság, bár igazából erre nincs is szükség, mert ha rögtön százalékos formátumban szeretném megjeleníteni, akkor így kell tennem, és készen is lesz. Csak elfelejtettem elhúzni, és igen, már is készen van, és kiszámolta a feladat végeredményét. Innentől kezdve nincs más dolog, mint elmenteni és föltölteni. Jó munkát kívánok!